jó reggelt kívánok! Üdv a csatornán! Igaz, nem reggel van, hanem este, mert úgy tervezem, hogy ez a videó még ma ki fog kerülni. Hát mindig én nézegettem Steamet, hogy éppen milyen új játék van, ami érdekelne, és amit úgy kipróbálnék, és úgy gondoltam, hogy ez mindenképp érdekel ez a téma, úgyhogy verünk bele egyből a lecsóba, hogy nem húzzuk az időt, hanem már nyomunk egy ugat, mert hoppá, még karaktergeneráló képernyő is van. Tudunk lenni csaje, és tudunk-e lenni fiú, legyünk fiúk, jó? Legyünk valami, mi az? Rakétavető? Nem, az egy távcső. Úristen, gyerekek! Komoly dolgokba fogunk belevágni, lomizni fogunk, more! Lomizni fogunk, imádom a bolhapiacos témákat, meg az ilyen lomis dolgokat. Én legszívesebben megmondom őszintén, amikor van ez a lomtalanítás, tudjátok, amikor ki van pakolva mindenféle csoda dolog, így az út célire, akkor legszívesebben mönnék, aztán így nézegetném, túrnám szét, csak olyan égő. Nem? Valaki szokta azt csinálni, pedig annyira bírnám, gyerekek, fárjatok, he! Itt vagyunk mi. Ó, én erre nem gondoltam, álljál meg. Nyomjuk meg a tabot. És akkor előgyűnne a... Valami csoda. Aukciók. Az milyen az? Treasure. Milyen treasure? Journey. Tool. Map and skills. Hoppá, gyerekek. Jöhet ez egy ilyen open world világban játszódó játék? Azt a bőtyár. De mik vannak itt? Az én saját autóm. A saját házam. Valami ház. Valami gas station. Ez mi ez? Ilyen használt kereskedés, minek nem elég? Tudod, amikor ilyen bizományba be lehet rakni dolgokat, ilyen aukciós terület. Nem tudom, ez milyen. Blind auction, nem tudom mi az. Jó. Autókereskedő, equipment, military cuccok. Hú, gyerekek, itt komoly dolgok vannak. Először is várja, hol vagyok én. Most nézzük meg, hogy mi van elvileg. Nekünk van egy saját kocsink. Van egy tütünk? Van egy tütünk. Hú, az akkor lehet mászkálni. De mit kell csinálni egyébként? Valamit ki, valamire rá kéne jönni. Hát nem tudom, körülnézek először, jó? A lom is. Itt lakunk? Ezek vagyunk. Nem lett belső életbe? Mi az? Architect mód? Mi a architect mód? Miért lehet itt izélni? Mi? És strédelhető itemeket meg lehet nézni, várjál, hát itt... Aha. Jó, biztos igaza van, most ezt kilépünk innen. Nem tudom mi ez, az ilyen berendezés, vagy ilyen berendezés... Hát ezt nem tudom eladni, ezt a csodálatos képet. Ez mint, hogyha magamat látnám. Mikor meghódítottam a farming szólátor világát. Na, gyerekek. Hát nagyon-nagyon komolyak vagyunk egyébként. El tudunk aludni, és ott a verdánk. Az a verdánk? Nem mondod? Igazából úgy látom, hogy itt nem lehet semmi. De egyébként... jó, nyomjon meg a tabot, azt mondja. Várjatok, először kipróbáljuk, milyen a vörda. Mert az mindig fontos egy játékban. Meg itt a szomszédság, itt lakok akkor elvileg, ugye? Jó, jaj, van minimap is. Hát tiszta GTS feelingen van, nem gyerekek? Figyelj, megyük a szomszédhoz. Ja, ott van, hogy mit kell csinálni. Ott, de várjál, először egy kicsit, hogyha már ilyen... Iszol sört a csávó. Szevasz, tesó! Mi a stájsz, ha? Csicskalángos kölle? Ütni lehet benne? Nem lehet benne ütni. Be lehet menni máshova? Nem lehet bemenni. Pedig már egyből izétem volna. Raboltam volna. Oda nézd meg, nyomja a gyúr. Hát ez úgy nézett ki, hirtelen hátulról, bassza, mint a bundás. Ugyanolyan szerkóban van. Azt a bötyár! Meg a csávónak van szakál, a bundinak nincs ekkora. Kukába turkálni esetleg? Bassza, lehet, hogy lehet. Ha, valami? Semmi? Tök jó, tök jó, tök jó kis interaktív környezet, be lehet kukkadni, és bazza be lehet menni minden épületbe, itt érzem. Na várjál, hol van a saját autóm? Nem, nincsen autóm, basszus, ott hátul van egy roncs. Ő lenne az én saját autóm? Nem, ő nem az én saját autóm, ő a szomszéd autója, de tök jól néz ki a környezet, gyerekek, hát nagyon állat. Kár, hogy nem lehet karakter csinálni, úgy nézünk ki, mint egy ilyen bekristály, vagy kristályos ilyen... oda nézi, nőnek nincs keze? Ja nem, csak ott a rizél. Fogja a pennát, hogy nehogy éppen. Hát ugye mi van, haver? Csávó, azt a betyár, kalácsképű íze, pogácsa alma nő. Vagy pogácsa alma fejű nő. Parkhír. Jó, várjál, csináljuk, amit akarok csinálni ott. Ja, ott van, hogy izé, hogy délelőtt van, reggel van. 9 óra 5 fáram, kicsit rohan az idő, úgy látom. Azt itt csöveskedünk. Nyisson meg, és akkor iratkozzak fel valami aukciós ház. Auctions, Blueberry, vagy mit csinálba. Opening price, jó.
Oké, és akkor feliratkoztam. Jó, benne a garázsba vörd a gyerekek, ne vicceljél! És kontrollra még több izét tudsz itt nézni róla, hogy ott a... Ott van a pickup. Oké, szerezzük meg a vördát. Jó, ha ezt tetszik gyerekek, lobizni megyünk, more! Azt a böcsár, milyen vörd ez? Oda néz. És jó, hogy több vördánk is lehet, és ki kell választani. Hát gondolom ez az egy van most jelenleg, itt nem mutat többet. Jó, hát akkor ez lesz a júzolás. Azt, hallod? Hát az izére. Nem kapcsolom ki a biztonsági övet, véletlenül aztán fölveszem a hátamra, mint a hátizsákot, amikor kiszállok. Na, be kell enterölni a járműve. Belső nézed, vagy valami nincsen? Ja, de várjál, ott vannak. Exit. Space, és nincs belső a gyerekek. Ez a talicska. Apám, de viszont ugrik, mint a hortilova, hallod? De ez nagyon, nagyon megy. Négy, meg összkerék meghajtás. Jaj, már megint elfelejtettem az kikapcsolni a csipogást a telefonomon. Hát nem is, gyerekek, összeugrottunk hirtelen? Várjál már, nézd meg, figyelj, kiszállsz a verdába. Hallod, rendesen összeugrik a csávó, figyelj. Figyelj, így mekkorák vagyunk, nézd meg, figyelj, ekkora, hatalmas. Beülsz a verdába, várj, hogy lehet beülni a verdába. Beülsz a verdába, aztán már ilyen pici vagy. De nem csak azért vele ülsz, hanem konkrétan így összemegy a karakter szerintem. Kicsit ilyen milliárművel vagyok, nem baj. Nem baj. Elvileg ez a max grafika, úgyhogy ne várjatok csodát a játék. Figyelj, kisváros, minden van. Hoppá! Most aztán hova kell menni? Ja, az aukciót kellene megnyerni. Oda, pászze, micsoda vernák vannak, oda nézzé. Hát tiszta Miami Vice. Új vernák, régi vernák. Egyébként lehet azt hiszem, hogy autót is. Hoppá, vannak rendőrök, okosba kell menni. Figyelj, itt a polica. Nadir, nekünk jöttek be, azzal lelöktek az útról. Ez egy Honda Civic-ke. Hallod, a tuning Honda Civic levert az útról minket, mint a szark. Na merre kell menni, hol kell menni? 108 méterre. Hát tiszta GTA feelingünk van, nem? Megyünk ezzel a talicskával. El lehet lopni az autókat? Egyébként lehet autókat venni, valószínűleg. Most nem sérült meg a verdánk, vagy valami. Az üzemanyag az nem sok van benne. Mindjárt megérkeztük okosba. De tök jó egyébként, környezet nem tűnik csúlyának. Na meggyűjtünk, jó fele is gyűjtünk. Figyelj, oda néz, már várakoznak. Ja, hallod, itt van egy sura, oda néz, támaszkodik, itt micsoda combok. Hallod, ezzel meg kell ismerkednem. Le van szarva az aukció, most éppen izé van. Hello baby, mi újság van? Hát ki van fesleve rendesen a lábad közel, úgy látom. Legalábbis sok atya szempontján. Hát meg vagy kóbálva egy kicsit, nem? Te is be vagy kristályozva vidén. Ez mi a helyzet, szituáció? Itten gondolkodsz, mit néző? Csellagokat? Azt a bőt, hát jó van, akkor megyek, figyelj nekem, itt a meló van ám. Majd később emegy, eviszlek egyet. E körre. Gyerek is, lány, iszunk valamit, vagy nem tudom. Na, itten mondjuk lehet, hogy nem gyalog köllöd volna, hogy ide nézzetek. És az a lényeg, elvileg, hogy ez egy ilyen aukciós, azért, tudod, amikor van, basszus, van egy ilyen sorozat, de én az a baj, nem nagyon nézek tévét. Ugye, amikor ilyen, ilyen garázsokat ugye, ez konkrétan ez létező dolog Amerikában, ugye, hogy garázsokat adnak el kompletten, amelyiknek lejárt a bérleti szerződése például, és akkor oda elmehetsz, felnyitják, és akkor lehet licitálni az ott benne lévő dolgokba. Szóval szerint ilyen zsákba macska szinte az egész. Na, gyerekek, jól van, akkor vegyük meg ezt a garázst, nem tudom, hogy az egészet kell-e megvenni, vagy mi van. Ide válunk ebbe, aztán hoppá! Öcsém, hogy van benne egy hulla, hallod? Ne! Jó, hát akkor én licitálok, gyerekek, nem tudom, hogy köl. Go! Várj, tegyük rá! Jó! Én is akarok tenni rá! Százzal emelek! Emeltem százzal, 3-14-re. Ja, rá kellett nyomni, És én viszem, ugye, a primet. Hoppá, megnyertük, igaz, ráraktuk százat, nem annyit akartam, csak nem értettem, hogy köl. Kicsit ilyen durva volt hirtelen az inger. Az a cirkuszkerítés bajusz. Na, és akkor találtunk, és nem, senkit nem zavar egyébként, hogy ott benne van a izé. Várj, ezt megállítom, mert látni akarok. Senkit nem zavar, hogy ott egy hulla. Hát ez komoly. Aha, igen, elvileg el tudom őket adni.
Jó van, oké, biztos igazuk van, gyerekek, hogy kell odébb menni? Ha, ez mi? Valami rare itemeket dumál. Hoppa, tudom itt mozgatni a dolgokat. Gyerekek, itt már információk hada. Az altot az használjuk valami detection-re, nem tudom. Jó, gyerekek. Aha. Na, meg tudom fogni jobb gombbal. És miért jó nekem ez? Jó, mert fölköp a platóra. Nem mondod, hogy azt hittem, hogy itt eladhatok mindent is, tudod. Aha. És tudok raktározni ott a raktárba. Jó, várja, itt te hulla. És az instant el tudom adni, várja, írták, hogy valami altot kell nyomni. Aha, ja. 10 tárgyat találtunk, oké. Ott a mi van benne? Aha, mert ez férje. Mi az? Mi az? Mit lehet? Leszkörültük. Ez 25-öt ér, ugye? Aha, a jármű ott írja egyébként, mit csinálják, hogy pakolják fel a járműre, és adjam el őket a izébe, tudjátok abba. Csajci az? Várjál, Csajci! Lesz jobb erde, jövök vissza, érted, ne aggódjál. Addig ne nagyon pasiszál be. Nya. Főpakolunk szépen okosba. Tényleg fogalmam sincs egyébként, hogy mit kell csinálni. Egy bűnös videót nem néztem erről, az egész véletolatok okosba. Kéziféket berántsuk. Ezt már szállunk is ki, aztán szórjuk fel. Ez mi? És akkor így le lehetsz körülni. 35 dollárt ér. És ez? Hát ez bazzer. Ez egy hulla. Hülyék ezek, öcsém. És ezt instant el tudom adni. Ezt is instant, ezt is instant. Ezt is instant. 7 dollár. Mazzag. Na várjál már, ezt megnézzük. Csöszt. Ez 10 dollárt ér. Ki lehet nyitni? Abban mi van? Mi az? Hoppá, nem tudom kinyitni. Föl tudom venni. Nem tudom kinyitni, mert kettes szintű valami csoda köl hozzá a gyerekek. Hát ezt fölvettem. Van benne egy ilyen rozsdás köpőcsésze, ezt ide fölcsapja a keeper. Ez egy rare item. Csak az a baj, hogy nem tudom eladni, úgyhogy cseszhetem. De mondjuk ennyire behagyhattam volna a ládikóba, nem? Várj, ez is egy rare item. Csak nem tudom, ez megint mi a szúros mácsik? Most ebből mit tudod, mit kövek tudni, hallod? Mi ez? What is this? What is this suit? Figyelj, én ezt nem akarnám eladni, elvinném haza, de nem lehet, úgy látom. Jó, ezt pick-up-oljuk. Meg lehet javítani jobb gombbal, Dick. Aha, fixing tool, akkor el lehet adni úgy dolgokat, hogyha megjavítod, de ez lehet, hogy akkor... Jó, most egyelőre akkor azt csináljuk, amit a játék kér, de tudjátok, ez a tipikus, nem? Hogy ilyen lomis udvarunk lesz, tele lesz minden szarra föl lesz szórva. Hoppá, ezt lehet júzolni, figyeld, lehet nyitani okosan, tudjuk pakolni szépen. Rak, ja, ilyeneket akkor csak instant eladni lehet. Ez lesz kenejük, 46, ne vicceljél! Az kell nekünk, hát nem hiszem el, hogy van egy játék, amiben lomizni kell, beszarok, hát ez nem fér föl, öcsém. Várja, megpróbálja beforgatni a képer. Így jó lesz ez. Figyelj, jó le... Várja, most mit csináltál? Azt a bőtjel, várja. Hopp. Hát nem az igazi, ugye? Nem az igazi. Majd mindjárt alakul. Egy kicsit hallod, nem nagyon vágom, hogy mi van itten. Na, forgasd már ezt a kotlát, mert megvadul a képer. De tényleg, miért nem forgatja? Gyereke... UFO! UFO támadás! Jó ez, bazza, itt van ez, itt a hiba egyébként, mert ezt bele kellene volna rakni ezt a izént. Stokedlit, bazza, ebbe a szarba! Oda belerakom azt, akkor vigyel jobban érezzük magunkat, ugye? Na figyelj, hoppá! Bokrosodik meg mindjárt. Hát igen, jó van. Nem tudom, mivel forgatja, az előbb úgy volt, nem, hogy mivel forgatja. Mi az, hogy C? Ó, ugye meg lehet vizsgálni a C-vel, hát az nagyon jó. Csak azt nem vágom, hogy lehetne izélni. Hű, ezt most nagyon elkúrja. Hű, gyerekek, hát ezt nem akartam, nem gondoltam volna, bedobom ide akkor. Úgy. Bocs, gyerekek, csak még tanulnia kell a képernek. Úgy lesz a jó. Hát de jól beleraktam, bazza, nem lehet összehajtani ezt a nagy kotla izét. És ezt hogyan bügyem el? Hát mindjárt megőrülök. Pick up. Nem lehet megfixelni? Nem tudom, bazza, jó.
Akkor mehet ez bele. Lomis, gyerekek, izé van, mi a hajnali kettő van, megőr, nem délután kettő, csak szar az idő. Ezeket meg akkor instant szélelni kell, ugye, ami nagyon szar, azzal nem is tudsz mit csinálni. Jó. Vágom, a rópot, azt visszük a izébe, és még alkudoznom is kell, hát megőrülök. Oda beledobtam, hullát is instant széleljük, eladtuk 4 dollárra, nem tudom, a múzeumnak. De az nagyon hú, ez nagyon izgi egyébként, hogy miket fogsz így kifogni. És ez nem lehet semmi, ez mi, ez egy konténer. Hát ezt fölön rakjuk a pótkocsira. De egyébként ezt úgy kellett volna elkezdeni ezt a lobis játékot, hogy valami olyan beszédstílusa, hogy hely Bore, szavaztok, hát te sokáig, mi újság van? Hát elmegyünk egyet, hozzunk nektek nagyon csodálatos dolgokat. Mi ez? Könyv! Ez biztos vagyok benne, valami nagyon érték lesz. Hopp, kifogtuk 3 dollár, öcsém. Az kemény. Aj, de jó lobis játék, figyelj, oda néz. Boros üveget, 5 dollár volt a boros üvege, de hulla meg 3 azért. Vannak itt érdekes dolgok, mi? Igen, és ott írja, hogy ez kultúra, hogy quality ugye broken, ugye meg tudom nézni, hogy hát ez nem a legjobb állapotban lévő, gondolom egy dobozos matchbox, vagy egy hard wheels azért az adta volna. Szaszát meg lehet kérdezni erre, mert őt ugye. De oda nézzi, he! Figyelj, leszkönöljük, ez biztos antik. 85! És normál quality-e van, nagyon jó gyerekek, ezzel az megfogtuk az Isten lábát, csak már, de gyerekek, várj, nem tudom, hogy kell forgatni, de vettő megvadulok. Kú, várj, ajajajaj, ott van, oké, okay. megvan, úgy, jó, megvagyunk. Így lehet, hát ez kár volt, bazd, de többet értem volna, nem forgatom. Ja, így akartam, és akkor így felrakom ide a tetejére, végig, ez jó lesz. Hoppá! Ki van találva, gyerekek, le kéne spanézni. Ott van még egy boros üveg, az itt, igen, és akkor ezt ládát meg még fölhajtogatom a tetejére, azt a szerintem itt meg is itt dúltuk, mint a tavaszi virágok. Jól levár. Fasza. Úgy. Megtörtént az esemény. Hát, ez nem sikerült annyira, de ugye megoldja a kívül. Ezt megyünk mind az őrület. Na már elbetűvel kell arra forgatni. Úgy, ugye erre gondolt a képet. És akkor ezt ide szépen fötesszük. Úgy. Hát lehet, hogy nem. Hát gyerekek, oda. Siker van! Megcsináltuk első ratalmas bizniszünket, kölvődni a íze, lebillegy, oda. Azt hova kell vinni? Igen, el kell adni ezeket az utcokat. Hát küldjük neki gyerekek finoman. Női eset, haszta. Az a baj, ugrik ez basszus, mint a hortilóba, komolyabb boldog gyerekek. Rendőrök megállítanak. Nagyon csúnya világ lesz, hallod? Meg ráadásul van itt egy fekvő is belőle. Hogy de jó segge van annak a csajnak, gyerekek, ezt. Ez lesz az itteni Mari. Mari, jövök visszaért, csinálom a pénzt, látod? Dolgos emberke vagyok. Este lesz kristály, megyünk buliba. Ura, nézd, olyan izé, olyan medence, mint ott van. Ezeket nem lehetne ellopni? Figyelj, ki van törve kerítés, nagyon komoly. Á, nagyon tetszik az a játék, he! Hello, mi sok vagyunk, ott van egy roncsautó, azt is biztos be lehet gyűjteni. Hát itt mindent is lehet ebbe. Hát ez minden, jaj, hát ezt nem akarom kimondani, tudom kinek készült ez a játék. De nem akar tényleg, ez nincs ebbe semmilyen rasszizmus, meg semmilyen antiszemitizmus, hanem ezt már mondtam 86-szor, hogy nekem vannak olyan cigány ismerőseim, akik így csivább felvállalják ezt a úgymond, hát a titulusokat. Mert hát miért ne bazze? Na, oda szépen bálunk, érted? Nézd, egy kadett mellé, vagy mi az? Fül, betolassak, vagy mit csináljak itt el? És ide be kell hordanom ezeket? Na, nézzük. Szálljunk ki. Aztán akkor, egy belső nézetnek mondjuk, örülnék, mint majd ma farkának. Szevasz, haver, mi? El is adtuk? Vagy mi? Mi volt ez a kontroll? Várj, na, állj! Ez 9-től 9-ig van nyitva. És ennyi, igazából ennyit találtunk ezzel a kapcsolatban. Hello, szabosz, egy olyan mesterlövész puskát adjál már nekem. Na, figyelj. Ja, és akkor már tudja, hogy mi a szituáció. Ez mi az, hogy ezt lájkolja, vagy nem lájkolja? Ja, nem az a quality akar lenni, ezt meg nem tudjuk, hogy mi. És ezt nem adjuk el, hanem elvisszük haza, jó? Ezeket el kéne adni. Kattintanom kell? Kattintanom. Figyelj, egyelőre én azokat nem adom, mert most tele lettünk minden, ez a győri busz, hallod? Úgyhogy, van ezer, el kell érnünk 1000 dollárt, az kell lenne, gondolom, akkor még van izé, van még ilyen, minek nevezik. Hány óra van? Délután este van bár kiki gyugalomba,
Szomorú bólogat, ez per fanombja. Nézzük meg a tabot, aztán akkor várjál. Még volt itt egy... 8-3-ig, meg minden. Hát ez nagyon jó, gyerekek. Hát ja, ott van a finisher, jó, hogy ezek mennek, bazze. Hát ez nem jó nekünk, gyerekek. Arra tudnék még feliratkozni. Délutánkor... És ez csak 4-től 6-ig van. Hát akkor menjünk, mint az őrület, mert izé van. Le fogunk maradni, bazze. És te hum van, ott 800 méter. Nem érünk oda. Le fogunk késni róla. Hajrá! Nem tudom merre kell menni amúgy. Hum van, valami mutatta az előbb. Most meg már vesztette a képrafozalat. Tényleg hol van az? Várja, bab, vagy nem tudom. Hova kell mennem hozzá? Hűbb, azért nem látom. Hallod, most mi? De előbb volt egy ilyen strigula, hogy hova... De már nem érek oda semmiképpen, úgyhogy cseszhetem szerintem. De miért nem? Ám, ja, 800 méter, azt sem tudom, hogy kell oda jutni. Meg mindjárt bezár. Na, oda érünk, gyerekek, megcsáljuk. Okosan telekeknek mindenre keresztül közlekedve. Mondjuk lehet, hogy itt van valami folyót. De miért dobja el a izét, a márkot? Hát ez nagyon nem jó. Na jó, akkor megyünk haza, vagy aludni, vagy nem tudom. De érdekes, feliratkozok rá, és akkor eldobja. Jó, figyeljetek, menjünk haza, meg lehet. Úristen, el tudom adni a házamat. Ez kevés. Jó, tudok izé pinálni. Ez nagyon jó, tudok pinálni. És akkor mutassa, hogy merre kell menni. Oké, megyünk hozzá Ancsi-Balcsi. Az hónap hatalmas üzleteket megkötjük, meg leszórjuk ezt a kettő dolgot innen a izére. A platóról, jó? Ez hónap megint lomozási lesz, kicsit pörgősebben nekiálló korán reggel. Be se járok be az a garázsba, de minek járjunk be? Be kell vinni ezt a kettő valamit, azt később akkor elvileg ezt föl tudom. Oda nézzem, milyen jó vernákat lehetne venni, keeper izé lenne, menő lenne csajok szövébe. Vönnék egy izét, egy jó vernát. Itt a lakókocsi parkban lakunk kint az erdőszélen. Hát ez nem a legbarátibb hely, zón. Gondolom. Nem baj, semmi gond. Hello, szevasztok, szomszédok, jó iság van. Ide park hír van, ugye? Imore. Oké, és akkor elvileg ide a raktára be tudok pakolni valahogy. Jaj, de nem, de miért? Aha, igen. Kettőben van, és akkor elvileg... No. No. Mi? Hova tűnt? Ott van-e? Ja, itt van a lomisizé. Ide föl tudom pócolni a nagy cuccokat, gyerekek. Jó, van, nézzük egy kis tévét. Kicsapjuk, aztán alszunk, jó? Minden oké, van, szuper. Lobis játék, beszarszák, évig vannak. Csicsika, nem? Ezt jó világ. Na, meddig alszunk? Mi? Ja, még ezt ráadásul vizet? Jó. Found item span, profit. Profit minusz 75. Jajajaj, jó. Nem sikerült akkor nagyon, nagyon ez a mai nap. Egy kicsit nagyot ígértem, elfutott a méreg, hogy nem kapjuk meg azt a dolgot. Na, nyomunk egy tavat, azt még egy öksön csinálunk, mert az nagyon... Ó, remélem, ez jó közel van. Open. Ja, ott van a nyitóár, gyerekek. Figyeljetek, itt, érzem, itt megfogjuk az Isten lábát. Úgyhogy már megyünk is, nem tudom mit kicsit, el kell érni ezer dolcsit. Na, egyébként ilyenkor mutass, ott van 200 méterre. Na. Kicsit megkotlott a vörde, elszabadult a pokol. 260 méter, gyerekek, azt vegyünk, kizéri, vegyünk. Nagy pénzt leakasszuk. Azt kéne venni egy autót, na, mennyibe kerül egy autó? Ja, ugyanoda megyünk, jaj, de jó. Hát egyébként ez egy település, szerintem ez Blueberry, vagy hol vagyunk? És gondolom ez úgy működik, hogy... Ugye itt például ki lehetne maxolni ezt. Megveszünk az összes garást. Borér, azt jól van. Remélem a Mari még megvan. Bekristályozott tegnap. Á, nincsen itt, hallod, de itt van. Hello, cicám. Jaj. Oda nézzé. Itt van, ide is jár már. Hát ez... Figyelj, egyébként nem biztos, hogy érdemes megverni, mert például veszteségesek voltunk, mi? Na figyelj, ráigérünk majd okosba, de lehet, hogy ennek is van egy jó kis mechanikája, hogy hogy kéne csinálni, hát képer. Na nézzük bele. Hoppa, ott az asztal, az már szerintem egy izé. Várj, meg lehet kukkantani, mi? Ó, oh. És akkor, ha bele, nem tudsz bemenni, így zajlik, igen.
Bele tudsz nézni, hogy mennyire ér mágnákád. Mert az asztal elég kopottas, ott van egy Adidas. Ott van egy Adidas. Cipő, már nem tudom mi az, szemetes zsák. Az a baj, de a dobozban nagyon nem látni be. Hát az a bőrcsek, itt nem tudom, ére valami. Nem annyira nagy szám, de figyelj, mennyi. Hello, hát figyeljék, oda nézzé. Hallod? Hát vannak itt olyan sudák, hogy csak... Na figyelj, majd én majd megmutatom, hogy kell itt alkudozni. Ki alkudik, mennyit? Na várjunk, oké, várunk. Az ígérjetek csak, azért nem... Mennyire vagyunk? 149? 159? 169? Jó, ráígértem 179-re. A Penna ráígért. Meg a másik, gülüszemű. Azért itt a nők nagyon be vannak izgulva ezért, nem tudom, meglátták biztos a bőrcsizmát, vagy a Adidas lépőt. Odali 299, hát rohadjatok el, lesz ebbe szebbek. Hát hallod, én ezt nem fogom megvenni, én ezt lépek innen. Oda nézzé, hát sok volt ez nekünk. Izabella meggyerte, itt a flexer, örül neki, hát rohadj meg. Ne haragudjál, nekem ez sok volt, én éreztem, hogy ebben nincs annyi. Ugye nem biztos, hogy ezt érdemes szerintem. Erre, coming up. Nem tudom, melyikre iratkozok, mert mutathatná egyébként, hogy... Van junkyardos is, gyerekek, junkyardos kocsit is lehet. Hát nézzük már egy junkyardosat. Oké? Okay. 712 méter. Várjál, ilyenkor meg kell nagyon gyorsan nézni, mert az a baj, hogy a keeper elveszti a feladat, hogy hova kell menni. Na, el is vesztettem szerintem. Ha nem baj, majd újra iratkozunk. Nem tudom egyébként miért tünteti, de eltünteti egyben, látod? Hogy ez valami az én gyengeségem. De mindenképpen itt át kell szerintem menni a következő szigetre. De miért tünteti el? Na figyelj, megnézzük egy ilyen junkyardosat, jó gyerekek? Az valószínű, hogy... Hát nem tudom, a junkyard ugye az nem biztos, hogy roncsautót jelenthet, hanem konkrétan ilyen szeméttelepi mizéria. Na érdekel a dolog. Hú, egyébként ez a játék, ez jó. Ez a játék, ez jó, főleg úgy, hogyha tényleg tudsz venni magadnak. Meg azt hiszem, hogy házakra is tudsz licitálni, azzal is tudsz üzletelni, ugye, meg ilyenek vannak itten. Csodás dolgok, de most akkor meg kéne nézni megint ezt. Várjál, nem jót nyomtam. Hol van? 314 méter, lehet, hogyha közelében vagyok, akkor nem fog eltűnni, vagy nem tudom, mindjárt elvegyek, ezért nem tudom. Ez meg blackelek. Blackelk? Fekete elek. Fárosban vagyunk, kicsit töltögetett, bocsánat, itt a lagér. Főúztam izére, nyílre, nagy kevényel, oda nézzetek, itt a benzink után vannak ilyen drogdílerek, itt vette biztos a csajci a vizét. A kristályt. Na már erre keverni, bazza, itt rendes forgalom van. A következő... Jó, a következő utcán szerintem jobbra. Van itt építkezés minden. Jó, Bernard kéne menni, gyerekek, flökszőri. Hommani, ez lesz a izai, ez lesz a szemétterep. Ó, nem, ez egy ilyen, egy autó roncstelep ez. Roncstelep akkor. Az frankó. Itt nincsen nő. Egyébként tök jó, ki van dolgozva az egész. Figyeltek, és az autót az hogy tudom elvinni? Jó, hogy konténert nyitunk. De jó. Ugye belesussodtunk, ide is állunk kokosba. Megjöttünk, tesóim. Szevasz. Hello. More, mi újság van? Kik vagytok? Remélem, nincs itt az a kettő izé. Gülüszemű nőci. Nem, mint másik nőci van. Oda néz, hát ez meg úgy néz ki, mint a zombi Seven Days to Die-ba. Mi újság van? Figyelj, megsugok valamit 2033-ban, te zombi lesz a Seven Days to Die-ba. Itt meg itt van a izé takarítónő a régi lány kollégiumban, ahol voltam katona. Hát ez tök ugyanaz. Na. Jó, be akar kukkantani. Mi a helyzet, Stájsz? Hát, öcsém! Itt azt megint nem... Ó, az viszont az a szobor, az nekem gyanúsan jó néz ki. Meg van egy ilyen hatalmas mosógép. Meg ebben árában lehet, hogy van valami, ezt érdekelne, mert ki lehet nyitni. Nyomjuk neki, testvéreim! Fölmegyünk egy, nem tudom, mennyi pénzünk van, 675, nem kéne elcseszni mindent. Na, a takarító ő nyomta. Flash... Húha, ez kicsoda. Itt van, ez egy Curtis is.
Curtis rá van izgulva. Jó, emeltünk, köcsöim. Aztán ennyire legyen a legyen ma. Ó, Curtis. Fia, megvárom a legvégét. Úgy. Curtis, fogadjuk rá, ígér. Nem. Enyém lett, megnézzük, kíváncsi vagyok. Ilyet még nem nyitottunk-e. Szuper. Takarodjatok, innen van el takarodás, képeré a cuccas. Na, mi van itt el? Ez el tudom adni csak egyből, $4. Hoppá! Megnézhetjük ez a lábos ére valamit. 11-et. Megnézzük ezt is ére valamit. Ez 60 a tér, bassz, miért? Quality bad is $60 ér, hallod? Megőrülök. 14. 21. A láda. Az ér. 14-es. És mi van benne? Egy rossz kulcs. Az elszámok vannak benne egyébként. 14-et ér rossz. Hát ez bőven megérte egyébként szerintem már most. Az $5. És ezt, várja, ezt valami volt róla, hogy ezt ki lehet nyitni, nem? Hát ezt csak el tudom adni így egyért. Nem tudom kinyitni. Ott van benne, lehet a nagy cuccos. Az mi? 32. Tök jó. Hobbi és játék. Hulla. Ebből remélem van, hogy... nem. Ott a izé. Unikum item. Hoppá, nem tudom, hogy lehet kinyitni. Ajja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 j
Vagy el kell menni a locksmith-hez, és ő ki fogja nyitni ingyen nekünk. Hoppá! És eladhatom egybe is, egyébként. Ha akarom. Jó, hát ezt kinyitatjuk emberök. Oda nézzé, van egy nagyon jó cuci-buci. Úgyhogy ezt szépen felrakjuk majd a platóra, ezt eladjuk instant, ugye nyilván. Na, adj már el, more. Ha nem adja el, na. Ez. Gyerekek, itt megfogtuk az Isten lábát már. Most na, mi ez a nagy izé? Mosógép. Hallod, 45 az a szállító, hát ezt fel sem tudom rakni a platóra, bassza, ide kell tolatnom. Ezt akkor még, akkor csak instant tudom eladni, ugye? De néha egyébként érdekes módon működnek a dolgok. Jó, van egy-két izé, kacadék, bacadék. Kíper, figyeljetek, ebbe a ládába nem tudnék belepakolni, mert akkor az úgy lehet jobban megérni, nem? Le tudom rakni a dolgokat? Bassza. Aha. Jaj, de jó, hát akkor bele lehet szórni. Jön a lóvé. Nincsen itten, sorry. Lábos. Mondjuk ebből a lábosból, aki még megfőzi a nokerlit, gratulálok neki, nem? Ezt, mondjuk ezeket már lehet, hogy nem kéne főzni. A teriszütőt, azt még egy darab teriszütőt, de most te haragudjál meg, azért ez tényleg nagyon lobbire. Nem tudok hátrébb menni, bazzá. De gratulálok, aki figyelj, ezt most akkor be tudom klózolni. Dír, nem fér bele? Jaj! Nem fér bele. Kinyílik. Kivágja az oldalát. Na nem baj. Unban a pick-up. Figyeljetek, az egy nap elmegy egy ilyen nagy izével lomismelóval. Ki kell menni Ausztriába. Ausztriába. Ott mosogatna éppen a Mari. Kivünném magammal. Szóval valami lenne, nem? Mosogatás vállal a Mari. És Svájcba. Azt a be... Hallod? Azért... Nézzük, olyan pár magnetó. Tudja a dolgát, nem? Beszarok neki. Úgy név, figyeld a mosó... Azért akkor a mosógép. Világon így szerintem. Na, el kell mennem. Ezt rakom fel utoljára, ezt kinyittatom az izébe. A... lakatossa. Azt a felé... Jaj, hát ez nem volt a legnagyobb ötlet a világon, úgy látom. Jó van. Sikerült azért kihajtani. Még a kulcsok is mindenki hullott belőle. Na, gyárig. Oda mennyi bele szépen. Lu! Pacitás belerakjuk. Ezt egyébként a pacit azt lehet megtartom. Kirakom az időbe, kirakom az ágyam fölé. Izé, paripa. Ez meg bökőnek jó lesz, ha vegyek a sitre. Na, aztán hogy a hova az anyám valagába fog ez felférni? Be tudom csukni? Most befér már? Vaj, de jó, be tudtam csukni. Oda ezt föl. Vaj, de érzékeny az a játék ilyen dolgokra. Jaj, de érzékeny. Na, ide még beállítom ezt a izét. Cucli muclit. Megpörgessük, várjál izével is így. Aztán így
platóhoz be kell állítani szépen, mert tudom, de jó edóna. Egyébként annyira nem látni, de bírom, amikor vannak ezek az extrém HDR árnyékok. Hora nézzé! Tessék, hopp! Kész. Na jaj. Nem tudom ezeket meg hova rakom fel. Tehát tényleg, egy kicsit túlzásba érzem magam. Hát. Jó van, levertem a izét is. Áh! Gyerekek! Egyébként ez valami nagyobb járművet kellene szereznem, nem? Az lenne rá a megoldás. Na, a lakatos magnetó rakja az izét. Tier autót. Egyébként tökéletes, jó az a játék, mert ilyen egyértelmű viszonylag, el lehet vele játszani, jó az irányítás, eléggé magától értetődő. Enne ezt a ládát még berakom a kabinba, vagy nem tudom hova rakni. Most ez hova az anyám balagába rakom, gyerekek? Ha? Jaj, valaki nagyon írt. Bocsáss meg, akárki vagy, de most komoly dolgok vannak itten. Od! Megoldod ott. Na most akkor meg kéne jelölnem magamnak, hogy humbana. Loetzker, vagy mi a neve? Lakschmidt, olyan ikonja van, hogy ilyen, nem tudom, hogy ki, egy lakatot kell keresni, gyerekek. Elmegyünk, remélem, hogy idva is van. Na, nem akkor rácsesztük. Az a baj, úgy röpül az idő itt. Na. Ó, te édes Istenem. Ne, hát leesett egyből a izé. A miért estéle? Hova raktyalak fel, oda akart a teire? Nem így szörnyé velem. Gyárekék, ez komoly dolgok vannak itt. Ó, te fiú. Na. Ez meg leesett a tufelé. Á, ez most akkor hogy él? Hogy él, meg a kife. De egyébként itt tök jó lett volna, csak itt. Jó, az várja. Jó az, csak finom a rokosba. Viszünk mindent, bazze. De konkrétan szerintem ilyen Tetris világbajnokok lehetnek egyébként a lomisok, mert hallod? Egy Fiat Ducatóba képesek belerakni 3 darab Fiat Ducató darabokba. Nem? Találkoztatok már ilyen át? Én rendszeresen. Az már markoló. Kiskola buszok van és minden. Jaj, egyébként rohadt jó. Meg gondolom egyre durvább szumók lesznek majd a játékban. Egyre durvább dolgokat tudsz megszörözni a különböző garázsokba és konténerekben. Jó, küldjük neki, gyerekek. Egyenesben. Jobb két szabály van, vagy mi? Itt egy büdös tábla nincs ebben, de jó van. Megfordulni tilos, nem is akarunk. Megyünk minden messzes, gyerekek. Jó, teljesen jó ide. Itt. Jobbra kéne fordulni, itt is a rendőrség, tessék, a bár előtt, hallod? Kocsmába be lehet menni, szerintem be egyébként, nem tudom. Nem iszunk pénzt, mert most izét, pénzt csinálunk, vagy nem iszunk el a pénzt, mert pénzt kell csinálni a keepernek. Azt olyan lagok vannak, hallod? Mindjárt leesik a izé a hűtő, tehát. Na, töltődjél már be, egyébként ezek ilyen töltődös lagok. Áh! Amikor ugye egy olyan zónába érsz, amikor még nem jártál, ami biztos az én szerencsétlen gépemnek is a kelléke, vagy hozadéka, hogy így lagolunk. Egyébként itt mindig zöld minden lámpa, vagy mi van. De egyébként ki fog fogyni az üzemanyag, az ugye egy izgalmas dolog lesz. Még. Biztos a gépemnek is köszönhető, de nem mondom azt, hogy az engine annyira kifinomult lenne. Na, mikor már érünk oda, már megőrülök. Beviszem a lakatos, kibontsa, aztán nem lesz benne semmi, akkor megyek neki a falnak, gyerekek. Na, itt van a lakatos? Lakatos sem. Ez a lakatosunk? De ez nem hinném, bazza, ez egy parkoló. Ja, a lakatos ott van, de tök jól néz ki, hogy mindenhol ilyen lobog van. Ezek tuti, hogy ezeket tudsz olyat szerintem, hogy megveszed a lakást, vagy a házat, és akkor mindent is megkapsz környékén, autóron csak mindent is, akkor el tudsz adni. Nem vagyok benne biztos, de föltételezzük ki. Ezt bekövédne, beviszem be azért, na. Oda vágom neki az asztalra, aztán adjál neki is annyi. Nesze! Azt hittem nő, akkora csöcse van. Te, hát ezt ismerem, ez a szomszédunk. Ez a szomszéd a gyúros csávó. Bore, leesti, na. Ez a szomszédunk, így is jó, fordítva le, te mindent, te olyan pró vagy, mindenhogyan kinyitod, én érzem. Na, nyíj ki!
Szezam, tárolj, mennyi? Unlock. Mi van? Kezdi 6 órán keresztül nyitja ki meg. Hát eddig bazze le, a szulok lehették volna róla a berendezést. Jól van bazze, ezzel sokra vettem veled. Nem lehet bemutatni? Tudjátok, ilyen posztálosan vagy valami. Jó, akkor menjünk. Egyébként ne kéne mennem tankolni, mert izé lesz harakiri bazze. Ez mi? Ó, a sport itt van, jó, akkor az jó. Van izé, mi ez? Futballpálya, vagy mi ez? Sport hobby tool, vagy toy expert. Ja, lehet, hogy el lehet adni különböző boltokba drágán jó jobb dolgokat, ugye. Mármint úgy értem, hogyha valami nagyon rare cuccot kapsz, akkor lehet, hogy érdemesebb ott megpróbálni eladni. Mondjuk egy játékot, amelyik ilyen nagyon rare, mit tudom én, egy 1956-os matchboxot megpróbálni eladni inkább egy ilyen rá specializálódott üzletben. Lehet, hogy több pénzt adnak érte, mint a szomszéd, aki, hogy ja, az nem, nem az gyúros csávó, az a... Ide beállunk, szerintem tök jó egyébként, hogy ezt is... Vaj, így akarok rá fölállni, így. Épp annyira, hogy azért fölkapcsoljon az első kerek, tudjátok, ilyen jó parasztosan, nem? Szerintem így az autentikus. Szávas Sanyi, meghoztam az árut. Mi van itt, te édes Istenem? Ez mi van itt? Az mi? Mi a? Hát ez nagyon elég hely, öcsém. Van még pajzsi, ott van az izének a Amerika kapitánynak a pajzsa, csak nincs kifestve. Na, figyelj, mindent elak. Nem nincs olyan, hogy mindent elarok? Figyelj, elarok mindent. Úgy van. Ez mi? Ja, ezt nem tudjuk, hogy mi. Ez egy csavarhúzó, bazza, mi? Mire számítottunk? Jó, akkor az ott marad. Egyébként 707 pénze van, szerintem majdnem kevesebb, mint volt. Ja, de még ott a ládikó bitukó. A csavarhúzó, várja. Jó, még ez 6 dolcsi. Olyan sötét van, itt nem látom, hova futok, testvérem. Ja. 6 óra múlva kész van, de szerintem el kéne menni tankolni. Figyelj, tök jó, hogy ilyen játékgép, ilyen régi. Olyan, mint a Pac-Man. Ja, el kellene mennünk tankolni, gyerekek, mert itten problémák abból fognak fogadni, hogy le fogunk rongyolódni. Itt van egy autókereskedő szerintem, de kár, hogy nem írja ki, amikor rákattintasz. Hát, hogy itt is ruha, valahol láttam benzinkutat, oda vágtassunk már el. Aztán szerintem el is múlik lassan a 6 óra. Bár lehet, hogy holnap visszajövök ezért a szumóért. Mert ma 5 óra van délután. Jó gyorsan telik az idő, nem? És minden nap 100 eurót, vagy 100 dolcsit levesz az szállása miatt. Mondjuk az eléggé durva, ugye akkor konkrétan így futsz az izével, versenyfutást kell folytatnod az idővel egész végig. Hogy minél több lootot összeharácsolj. Minél jobb áron egyébként, ugye nyilván. Fú, nem tudom, valami nagyot kéne akasztani a következőbe. Következőt még mindenképp ki akarom butolni. Hát lehet, hogy a ládában aztán lesz egy 1000 dolláros valami. Ezt megütjük a főgyereményt. Egyébként a környezet tök szép, meg nekem nagyon tetszik a játéknak a milliója. Gyalogos egy picit kevés van az utcákon, de egyébként vannak. Mi? Várjál már. Ki volt az a surehe? Hello. Szevasz, tök jó karaktermodellek vannak, már a fejük az úgy néz ki, mint ilyet megyétnek. De jó, egyébként tök frankó. Ugye 1000 dollárt kéne elérnünk, aztán akkor tovább folytatódna, gondolom, a történet. De hát, ez majd abból fog kiderülni. Hát lehet, hogy megvárom, gyerekek. Lehet, meg kéne várni. Itt volt valahogy, és tök jó, vannak ilyen motelek, meg minden, és biztos vagyok benne, hogy itt vannak olyan dolgok még ezen kívül. Mennyibe kerül a tankolás? Nem olyan drága, Amerikában vagyunk. Na, tankold meg. És akkor várjál, mi? Ja, álljál már, ne forgassod már, F. Aha, nem drága. Nem a francot, nem. 30 dodó volt, de jó. Jó, vissza kéne joylázt magunk. Ez mi? Ez egy ház.
Ja, hogy $1000 havonta, vagy hetente. Ja, heti van a, heti a bérleti díj, vagy 25 000-ért megveheted. Az tök adja. Ezeket majd meg kell nézni, de szerintem ide visszamegyek. Azt megnéz... Várjál, nem biztos, hogy nyírva lesz. Hát, nem tudom. Nem írja? Nem írja. Na küldjük neki, menjünk vissza. Hogyha nyírva van, nem biztos, hogy nyírva van, de lehet, hát figyelj. Csináljuk azt, hogy inkább bemegyünk haza. Ezt meg. Stoj, haza nem működik a, nem működik az irányítás. Akkor, hogyha mapot előhozod. Nyomtam a féket, mint az őrült, ez tovább gurult. Hát egyébként nem bánom, hogy nincsen 200 autó az utakon, mint a GTA-ban, mert akkor folyamatosan ütköznénk, meg azokat kerülgetnénk, így azért kicsit szabadabban vagyunk. Bár így meg egy enyhén ilyen nagyon üres, nem nagyon, de azért üresemnek tűnik a világ. Nem annyira élőrek. Ez mi az olagy izé? Ezeket szerintem tuti, hogy ezeket hallod, álljál már meg, bazzát. Hát ez ki van dobva mindjárt. Hallod, nyomottam egy satut a csávó, bazze. Meglátta, és elvileg az úgy van, hogy nyomok egy altot, és azt mondja, hogy nem, nincs eladható cucc. Hát én ezt vinném, bazze, mind a... Aha. Ma egyből, hallod, ma egyből akarja vinni. Hát ezeket tudja, hogy valahogy meg lehet szörözni, nem? Valami darus kocsi kell hozzá, vagy hogy működik ez? Hú, rohadt jó. Kár, ennek nincs multiplayerje? Azért ebben elröhögnék, hallod? Fú, van multiplayerre, akkor biztos, hogy rá fogom venni Szabi haveromat, meg Bódi haveromat. Egy kis, jó, kis mókára, meg az esetleg jöhetne az asszonynak izének. Mármint szerepszerűli asszonynak, nem kell bele gondolni. Nelly. És akkor így négyen ellomizgatnánk. Vagy éppen akár hányan, aki így csatlakozna hozzánk. De hát szerintem nincs multi, pedig aztán ez nagyon kiállt a multi ér. Még úgy is jó lenne ebben egy multi. Mármint hogyha lenne benne multi, nem tudom, hogy mennyire van benne multi. Hogy egymás ellen, mi? Mekkora király lenne, hogy licitálni is egymás ellen, meg minden. Így többen lehetne létezni egy párhuzamosan ebben a világban, és mondjuk más házakban laknátok, ott a parkban onnan indulnál. Fú, ennek egy nagyon jó multit ki lehetne találni, hogyha lenne. Hát csak nem biztos, hogy van. Tárekek, hát megy le a nap. Hát meg este, bazza, látjátok? Ilyenkor kéne neki indulni dolgozni. Éjjel, tudjátok azt szerintem. Megálltunk. Hol kell állnom? A park hír. Jó, odaállok. Nem tudom, miért kell odaállni. Lehet, hogy a játék jobban örül neki. Aha, szerintem amit ide pukolok, az bekerül ide. Rohadtul, de elveszett bazi az a kettő izé. Hallod? Az a kettő csodálatos értéktárgyam. Na mindegy. Lehet ugrani. Nem is gondoltam volna. Ezeket nem lehet eladni? Ez nincs eladó item itt, én ebből pénzt csinálnék. Na vicc. Na, a lovas szobrot is eladtuk, pedig ide akartam rakni. Nem, ja, oké, ezt vágom. Hetente. 12 itemet találtam, egy aukciót nyertem. Profit, $1! Azt a bőtyár! $60-ért raktam el azt a vasolóreszket, az volt eddig a legjobb üzletem egyébként szerintem. De most azért nem arra, hogy mi ez, sleeve? Jó, oké, szudjuk, vágjuk. Jó, és azt írja, hogy ugye már kinyitották a ládámat, már visszaműhetnék érte, de várjál már. Akkor figyeljetek, csináljunk egy olyat, hogy beugrunk. Vagy pedig lehet, hogy itt megnéznék. Csak az a baj, hogy nem, azt nem értem, most komolyan mondom. Journal. A journal ez így... Mi, hogy mit, mi, amiket elértem. Hát itt lehet komoly dolgokat. Tudnék saját saját ilyen üzletet? És akkor vannak a main questek. Aha, el kell érnem mindenhol. Nem tudom, ezt az 5 feles szintet. Tutorials, message. Igen, message, megkaptam a izét, megkaptam, vagy kinyitotta. Nézzünk valami aukciót.
Village People. Village People, milyen izé a neve? 263 méter az itt van. Csináljunk ma két aukciót. Az, az igazság, hogy az lenne jó, hogy minél többet. Úgyhogy sietünk, jó? Sietünk ma, ezt a mai napot mindenképp meg végigvesszük. És csinálunk legalább két aukció. 670, remény 1 dollárt kerestünk tegnap, ami megmondom őszintén, hogy annyira nem rossz, mert ugye még ott van az a, az, az unikum kategóriájú, nem rare, hanem ugye unikum kategóriájú item, vagyis láda, abban lehet, hogy benne van a nagy biznisz, de egyébként ilyenkor nem lopja ki a szememet az a csávó. Lehet, hogy saját cucca jobb le, de itt van a csaj, figyelj. Hello, Circa! Jövök majd. Csak gyűjtöm a pénzt, hajtom a lóvét. Na remélem, hogy nem lesz drágaság. Nézzük, mi van benne. Gitártok. Ott van az a serleg, az lehet, hogy drágán. Én így első látásra a strá... Vagy nem serleg, van azonnak, de az drágának látnám, meg van lá... Hát. Meg az asztal szerintem az egy antik asztal. Úgyhogy hagyjuk neki ezt. Én megpróbálom megvenni. Mondjuk egy 400-ig elmegyünk. Kockáztassunk már egyszer. Na Robertóba, az ide nézzetek a bajszos. A bajszos cigány gyerek, öcsém. Az el fogja vinni. Ha már előre látom, ő... Figyelj, az... Tuti, hogy részbű van az a izé. Ez ki? Ez meg úgy néz ki, hogy mi bazza. Nyomok ám én is rá, ne viccelj. Enyém lesz? 170 ér, gyerekek. Nagyon királyok vagyunk, ide is járunk a Vördával. Szuper. 170 ér. Na nézzük, számoljunk most értelmesen, hogy mennyi az annyi. Minél kevesebbet kéne furikázni, ugye? Oké, gyorsan, ami eladjuk. Ezeket meg leszkeneljük. 37, már jó. Eladjuk. Ott van egy. 25, 37, hát eddig még nem a legjobb. Ez mi, telefon? 27, az mi? Pizza szelet előtt 8. Na ez! 13. 12, az asztal. 97, gyerekek, megfogtuk az Isten lábát, látom. Ez meg egy ilyen régi automata szerintem. Azt hittem, az drágább. De jó. Nem rossz, az asztal az jó volt. És ez lárva van. Nem tudom kinyitni. A túlokat ugye kéne megszörözni. Nem baj, ezt akkor megint beadom a csávóhoz, a többi cuccot meg eladjuk, jó? Oké? Aztán sietünk most. Ó, az asztal, azzal megfogtuk az Isten lábát, gyerekek, ezt átfordítom, és akkor tudok még rápakolni, szerintem. Ja, ma a pakolásban is nagyon jól vagyunk. Ja, asztalárát azt beadjuk, beadjuk a csávónak, hogy nyissa ki. A többit meg eladjuk nagyon gyorsan. A távolabbihez megyünk. Távolabbi helyre. Ugye? Nyilván. Mert ugye ott fogunk szerintem aukciózni legközelebb. Egyébként itt nincsen Black... nem Blacksmith, hanem... nem eddig Locksmith. Csávó. Jaj, de jó, meg nem olyan túl nagy dolgok, szóval így be lehet pakolni őket. Az meg oda megy mellé, de jó, hogy nem kell beordani. Pizza szeletelő, azt akárhova befér szerintem. Egész jó collision-ja a tárgyaknak, tehát így egymásba lehet őket pakolgatni, hogyha úgy van. Ez meg egy régi ilyen tárcsás telefon. Tök jó, biztos sok item van, hitem, játékban. Na, gyorsan ránézünk a mopra. Igen, itt van minden, úgyhogy azt csináljuk, hogy elvegyünk ki, ne? Eladjuk a dolgokat. Ez jó. Én itt akkor gyorsan kicsi... Egyébként lehet, hogy ebben a kicsi városban kellett volna össze maradnom, aztán ugye akkor jobb is lett volna az egész. Marha gyorsan eladjuk azt az egy ládát, nehogy eladjuk, amelyik le van lokkolva, jó? Arra kell figyelni. Ja, ebben a kicsit kis faluba kellett volna először érvényesülni szerintem. Ez barom jó. Barom jó. Igen, adjunk el mindent. Ezt is eladjuk. Ezt... Ez mi? Mi ez bazd? Nem néztem meg, volt valami item, amit nem néztem. Az asztal, oda nézzé, tesó. Igen, és azt nem tudjuk, meg a... Ja, meg a... Ez érdekes. Egy rádió. Ez lehet, hogy azért, mert az van benne. Hallod. Nem bazd, ott volt egy rádió a dobozba. 25 dolcs, meg volt egy francia kulcs.
Jó, akkor azt eladom, ezt meg visszük akkor a nyitóhoz. Igen, azt meg visszük a nyitóhoz. Visszük a lakatoshoz. Lakatos Nintendohoz. Mondjam, már várjál. Áll meg. Nézzünk egyet, itt is volt, és van... Ja. Ja, mert valószínű, hogy fegyvereket is tudunk egyébként nyitni. Először azt hittem, hogy lehet fegyvert venni, de szerintem azt nem fegyvert tudsz venni, ebben a játékban nem valószínű, hogy azt megcsinálták, hogy most itt lövöldözni kell, hanem ugye, hogyha fegyvert találsz, akkor azt ott el tudod adni. Itt, ennél a csávónál, még pont itt volt, és akkor itt meg. Ezt bevisszük neki. Másikért meg el kéne menni egyébként, mert az meg... Jó. Ezt nyisd ki le, egy szíves, jó? 2 óra alatt kinyitja, úgyhogy akkor ezzel mehetünk, jöhetünk ma. A másikért meg elmegyünk, jó? Ez érdekel engem, hogy az mi volt benne. Meg akkor választunk majd ott valami, lehet, hogy junkyardosat. Figyelj, elmegyünk ide. Jó lassan keresi meg az útvonalat, azt figyeltem. Mi elmegyünk a... Oda, megnézzük, hogy mit lootoltunk abból. És utána még egy ilyen junkyardosat lehet, hogy bevállalok. Ma jól megyünk, nézd oda, 785 van. Plusz még ugye 2 ládánk benn van mind a 2 lakatosnál. Meg még be akarok vállalni egyet, úgyhogy rohadt gyorsan. Lehet, hogy egyébként el kéne menni ezt a junkyardra. Zavarjuk le az aukciót, hát ha nyitunk valami szupit, szupi-szupi dolgot. Lehet, hogy valami magasabb kikiáltási áru aukcióra kéne elmennünk. Ja, itt tölt be a következő pályarész, azért akad be. Itt valószínűleg azért is van ez a hosszú hírcok, hogy ugye úgy csinál, így oldják meg a töltési zónát, ugye ezek vannak ilyen kis trükkök, hogy mész egy ilyen részen, és akkor betölt egy másik dolog. Várjál, figyelj, én itt nem tudnék felmenni, most nem oda, de 4x4-es zavar, de aztán akkor itt rövidítene a képvel, hát figyelj, ne viccelj. GTA-ba felmentünk arra Mountra, akkor Fagyóval, vagy mi az, Fagyóval, akkor itt nehogy már nem menjünk el, figyelj. Azt a jaj. Jó, és akkor egy ilyen junkyardos questet felveszünk, vagyis aukciót, volt, az, már nyomjuk is neki. Itt megjöttünk. Weissmüller, az nem valami rendes valós dolog, valami csoda, oda nézze. Itt vannak, hallod, mindig meg érdekes egyébként a hogy milyen emberkék vannak, az nagyon tudok röhögni. Elnyissák ki addig. Csávó, hoppá. Csaj, ez a csaj, ez a festett csaj az előtt is ott volt, viszont ez a kis ez a menő csaj nem nagyon, nem tetszik ez a erős HDR. Na mi van itten? Az asztal az biztos nagyon jó, ez a retro valami is jó lehet. Hát a többi az nem nagyon, mi van ott hátul? Mi az a bot? Kipufogó. Van a pecabot, az is lehet, hogy jó, a pecabot mindig drága. Meg van egy jó régi könyv, meg van egy ilyen kutyás szobor. Na, hát ez szerintem nem lehet rossz, úgyhogy licit menjen. Mindenképp ez valami, nem tudom, meddig elmegyünk. Egy 300-ig, körülbelül. Szerintem annyi lehet ebbe. Fehét. Ne, ennyire minden... Nagyon jó lenne. Ó, hogy rohagy meg. Festett csaj. Az már biztos, hogy miénk. Nagyon jó, már állok is ide a bőrdával, gyerekek. Tokor van mindenkinek. Lehet hazafele menni. Képpen megnyerte az action-t. Az aukciót. Nem tudom, az hogy ejtik, hogy aukció. Hallod, már állok ide, ide nagyok. Nagyon király, és akkor most imádkozzatok, 5 feddodó, az instancél, ó, a könyv, a biblia, azt hittem, hogy ez egyébként legalább lesz egy 60, nem tudom. Ez is jó, mert retro, ha gondoltam. A 5x3 nagyon nagy üzletet csináltuk, gyerekek, már most látom. 18, chest. Ja, ezelőtt ezt nem openáltam, és nem néztem be, az volt a baj, várj, ezt itt föl is rakom már. Pletóra, valahogy úgy kellene egyébként, hogy így fölógatni a tetejére, vár ki van találva, hallod, gyerekek.
Igen, kinyitotta megint a konténerünket, azt írogassa. Valahogy, ja, hogy így élére raknám be. Jó, jó, jó. Ja, ebbe, és van benne valami, mi az ott? Döglött falba, az egy rail. Egy kesz, egy kéz. Ez miért nem tudom? Jó, ja, mert kettő szintű izé kell hozzá. Igen. És ez egy kéz, bazze. Ez egy konkrétan egy kéz. De ugye ezt, de basszus, ezelőtt is elveszett az a cucc, amit én hazavittem, pedig azt hittem abból lesz a nagy üzletet. Nem tudom megnézni, mert kettes túl kellene hozzá, hogy megnézzem, nem ért. Az én túlom az nem ismeri annyira rare cucc. Rere. Nem a legjobb az elrendezés. Nem vagyok elégedett magammal. Már hogy kellene arra fordítani? Erre? Aha. Errel! De másik irányba errel. Mindjárt, valami lesz. Jaj, most beleakadt, most meg így. Várj, és akkor most elvel. És akkor így jó lesz, hogy itt fölülről talán. Bédobja a kífer. Jó élére kellene rakni. És annyira akarja. Nem annyira akarja jót. Nem hiszem el, hallod. Ez az asztal bazza, ez kifog rajta a keepernek. Bele kellett volna raknom, belefektetni. Már szerintem ti is azt mondjátok, hogy miért nem fekteted bele kezecske. De hogy nincs inventory, mit tudom, egy kezet azért csak el tudnánk rakni, nem? De nem lenne annyira bonyi. Ezt belefektessük ide. És ez pont beleesik a platóba talán. Hoho, hát ez ki van találva. És nem esik bele, úgyhogy ezt így kell vinni, úgyhogy óvatosba kell közlekednünk, gyerekek. Ne essék ki. Ez anyád szömi. Hát bazza, ez se egy csoda elrendezés. Á, gyerekek, itt komoly dolgok. Komoly problémák léptek föl, de bazza, bár siessük, mert bezárra izé. Bezár. Ezt meg se néztem. 13 dadu. Kutya mutya. Hát ez nem fog felférni, bazza, ez a sok kacot. Ja, mert bele, lehet, hogy azt kéne, hogy bele kéne pakolnom megint. Jó kis horgászbot, ez megint, ez egyébként tök jó üzletet kötöttünk ezzel, csak el kéne adni, ugye, nem ántana. Ezt ide be kéne fűznöm ide, oda valahova. Öcsém, ez az elpakolási, ez milyen a köcsög? Mi ez? Mi ez köcsögli? 21, hát itt aztán tényleg biznisz nem volt. Enne törjed ki, ott van valami hátul még egy, ez ki, rozzad kipufogó, csak rajta van talán még a katalizátor, itt nem grábla, bazze. Raklap, eladjuk. Doboz, eladjuk. A régi grábla. 9 dollár. Hát ez, hogy rohagy meg, akkora vagy öcsém. Ez így, tipikusan így, mint a zifákon, hogy be, a söprőbe volt dugva oda, és be tudom tenni. Ez viszont így jó lesz már. Az a gond, hogy ez az asztal, ez borzalmas az egy helyet foglal. Úgyhogy ez nagyon, nagyon bekölegózni itt a dolgokat. Ugye az asztal láva közé. Jaj! Ne! Megtörtént az első bug. Már vártam egyébként, már előre féltem ettől, hogy itt a gondok nem kicsik. Hát, igen. Az asztal az lehet, hogy ki fogja lőni a verdáta izért az űrbe. Hú, bazza. Ja, meg lerúgta magáról ez a többi cuccot a gépe miatt. Jó, az asztal az lement szerintem a izébe, a lajjába. Nem vagyok boldog, most megmondom őszintén, mert a ficeregnek itt a jó, hát ez érdekes lesz így elvenni. Na, ez vártam egyébként, hogy mikor lesz egy olyan ilyen game breaker-szerű bug. De egyébként eddig az első bug, úgyhogy annyira nem bug. Nem annyira volt veszélyes. Mondjuk ez az asztalt az alvázra gumipókozva visszük, ez lehet, hogy de a legbarátságosabb. Jaj, ne! Az olyan milyen asztal, de mit csinálják vele? Nézd már meg, bazza. Jaj, jó van, talán odakotlott. Ne. Ne. Egyébként én leginkább azt tud felcseszni egy játékba, amikor izék vannak, olyan bugok vannak, ami miatt szopsz. Mármint én általában ugye inkább nehezíteni szoktam a játékmeneten, ahol tudok, hogy ne legyen egyszerű, mert szerintem az tök izgalmas. De valami elment, valami nagyon messze. Ez tudja, hogy valamit kilőttünk innen. És tehát beesik egy ilyen helyre, sose találod meg, vége van, jó van, az ement. Tök jó.
Nem, itt van valami. Horgász volt, ez tök drága volt, nehogy már elveszítsük. Csak ez megint hova az anyám balagába rakja az. Tesó, ez nem a legjobb. Na várja. Érdekes. Érdekes. Ez történet történt. Nem akart fel az asztal valahol föl. Az jó, azért így is lehet, ezt megoldottuk. Alvázra van csavarozva. Na, és akkor menjünk ide. Ezt eladjuk gyorsan ezeket a kocatokat. A ládáért meg bemegyünk, meg utána. Ja, itt most mindent el tudok adni, és mind a két ládát ugye föl tudom szedni, az jó. Az tök jó, az tök jó. És akkor a házamhoz közelebb lévő lomisnál eladjuk a láda tartalmát, mind a kettőt, az lesz a tré. És akkor ma kettő darab. De ma szerintem felmegyünk az 1000 dodó fölé. Ezeket eladjuk, tök jó üzlet volt ez. Nem is tudom mennyi, 195 dollárért vettük. És ilyen, szerintem ilyen 200 dollár fölötti összeget ki tudunk ebből venni. Hát jó, azért nem egy világ megváltó üzlet volt, de azért nem olyan rossz ez. De majd meglátjuk úgyis az összesítést, bár az összesítés most csalni fog annyibe, hogy ugye ezt a ládát, amiért most megyünk majd, azt ugye már tegnap kaptam. Bazze, gyerekek, mennyit kell venni itt? Na, hova kell menni? Itt van valahol a... Store-ba ugyanúgy felkaphatunk a járdára, hogy felkaphatunk a járdára. És mindent is eladunk, ugye erről most eladhatok. Aki a kézről nem tudjuk, hogy mint 13, 18, 21, 4, horgászva 53, asztal 50, 58, hát ez nagyon jó volt. Már 85 pénzünk van, meg van egy kezünk. Na jó, hol van a kéz? Rajta platón. Elvileg van, ahol itt van a izé, itt van a lakatos. Nem olyan nagy a map, viszonylag könnyen tanulható. Vigyázzál, jövök! Röndér autó. És talán még odaérünk a következőhöz is. Nem tudom, mikor zárnak ezek az üzletek. Szerintem olyan 9 óra körül, nem? Szevasz, bundi haverom, mi újság? Kinyitottad? Na, és akkor ez hova került? Ez erre platóra, vagy hova került? Ibarre. Hova került, tesó? Na ne szórakozz el velem. Ez hol van? Hova került, öcsi? Nagyon örülök neki. Kinyitottad, de nincs se úr. Jó. Na, ki tudjuk nyitni, open! Mi volt benne? Mi ez? Nem tudom megnézni! Kell valami jó felszerelés, meg arra kéne figyelni, az mi ott a földön? Ez. Semmi. Szemet. Ó, jobb gombbal elrendez ilyen jó állap, jó. Oké, akkor mehetünk a másikhoz. Meg valami túlokat egyébként kéne Wordiver, ezért nem lesz jó. De lehet, hogy az izéhez van körbe, szinthez. Várjatok, jelölök egy... Végezzünk. Jelölök magamnak egy másik Chavingert, ugye? Az hol volt? Itt volt. Na mi van? Nem jelölte meg? Megjelöltem, csak már ki... Csak kilép... Na, most megjelöl. Csak akkor jelöli, amikor a map meg van nyitva. Hiába ki... Hiába zárad be, nem jelöli tovább. Ja, megyünk gyorsan haza, 6 óra van este, 6. Hát vannak ilyen, nem tudom egyébként, hogy tűntek el, vagy eltűntek el egyáltalán az a beraktározott cuccaim. Mondjuk az elég kellemetlen, nem srácok? És milyen nap van? Szürde van. Tehát vasárnap ugye fizetnünk kell. Gyerekek, azért nem volt egy olyan nagyon nagy üzlet, az a baj, hogy ezeket a... Ezeket az utcokat valahogy el kellene tárolnom, vagy pedig kellene túlt vennem. Hát így nem fogunk fölmenni a izére.
Mi van, hülye gyerek, nem látod, jövök? Az biztos valami, hogy nevezik, konkurens. Jó, nem is tankolok. Nem megyünk oda, hogyha azt ki tudjuk nyitni, akkor eladjuk abból a dolgokat, de egyébként a ládát azt viszont el tudnám adni, nem? Úgyhogy a ládát magát, azt el tudom adni szerintem. Úgyhogy azt csináljuk, hogy fölpakolunk mindent, kinyitjuk azt a ládát is, és elmegyünk ki az itteni használt kereskedőhöz. Hogy nevezik ezt a Pep Store-t? Mi a fene a neve? Minek nevezik? Bizományi értékesítés. Mi ez? Van neki egy ilyen nagyon tréreve. Nem jut eszembe. Nem jut eszembe, milyen bolt az ilyen. Bizományért használt áru cucc, vagy nem, van neki egy ilyen nagyon, egy ilyen jó alpári reve. Nem jövök rá. Bundi! Jutta meg-e? Mi van benne? Nem lopták ki semmit, ugye? Ez nem a Bundi, mert ennek barna bőre. Bundi hameromnak nem barna bőre van. Valahova ide lentette. Open! Na és mi van benne? Nem rossz. Nem rossz. Becsukjuk. És eladjunk mindent is. Figyelj, ez a kettő láda van már. Azért ez jó. Ja, túlokat kellene venni. Figyelj, el kéne menni. Eladni nagyon gyorsan itt a maradék cuccot, és azért lehet, hogy hát nem tudom, nem megyünk fel 850 vagy 1000-ig. De azért egyebben a beljebb lesz ők. Figyelj, itt a roposba beállok, én azért vagyok, törzs vendég. Aha. Aha. Ez a ládát, de miért? A ládának miért írja, hogy... Ja, miért a ládát? Ja, a ládát külön meg kell nézni, az 24-et ér, a másik láda, szerintem... Izéken hozzá, még a ládához is hármas ilyen túl kell, ilyen azonosító túl. Viszont volt benne valamelyik, még egy könyv is, amit nem néztem meg, csak mondanám, hogy melyikbe már. Aha, ott a könyv. 11 dollár. Ja, abban volt még egy könyv. Jó, és akkor most már jó, van nekünk egy unikum. Meg kettő rare cuccunk, csak ezeket úgy kéne helyezni, hogy ne vesztenek el. Ami nem annyira sikerül a keepernek. Jó, menjünk haza. Ez mi? Veleték alatt átmegyek, akkor így bevillog a kép. Elmegyünk haza és megpróbáljuk normálisan elpakolni ezeket, mert ez így eléggé nem baráti, hogy eltűnnek. Most megpróbálom azt, hogy oda lepakolom őket. Jó, a kocsi az itt. Ezt meg... Itt, ugye? Azt írja, hogy pick. Biztos jó. Van egy kezem. Oké, és ilyenkor valami. Nehogy az legyen, hogy ezek szemét, vagy valami ilyesmi. Nem, ezt nem jövök rá. Vagy lehet, hogy bazza, kidobtam az előzőt. Lehet, hogy a szemétnek minősül. Lehet, hogy ki tudsz dobni. Na, várjál. Close. No item, azt írja, de azt én nem értem, és ide rakja ki. De valami nem stimmel, gyerekek, hogy működik ez? Én nem akarom, hogy elvesztenek mindig a cuccaim, ezek lehet, hogy tök értékesek. És miért vagyok hülye? Vagy miért vagyok béna? Hogy rajt hagyom a teherautón, akkor megmarad? Nem jövök rá. Vagy hogy be kéne pakolnom, hogy oda... Na mindegy.
Ezt elengedem, rajthagyom a teherautón. Aztán max nem fogalmam, úgyhogy nem tudom, eltűnik-e onnan. Na jó, a gyerekek, elbúcsúzom. Hát figyeljetek, 938 manning lett. Ami szerintem az tök jó, most egész jó volt. Mindjárt megnézzük, ki írista az nekünk ugye. 21 darab tárgyat szereztünk, 2 aukciót nyertünk, és profitunk az 262 dollár. És ma a legjobb eladásunk már a 97 dolláros asztal. Úgyhogy ez tök frankó, tök jó vagyunk. Na, viszont én nyomok egy szévet, és írjátok meg, hogy akartok-e még jönni lomizni, megnézzük, hogy mit lehet ebből a játékból kihozni. Hogyha ötleteitek vannak, akkor nyugodtan írjátok meg, hogy ezt hogy kellene tovább, meg mit tudom én, ezt nem tudom, ezt a raktározást, ezt megint cseszem el, vagy pedig nem működik normálisan, vagy jól csináltam, csak nem látok valamit. De köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!